Megdörzsöltem a szemeimet, és fáradtan néztem ki az ablakomon, már vagy századszorra. Aztán ránéztem az órámra, korjoltam egyet a mellettem lévő bögrémből, és mérgesen konstatáltam, hogy kihűlt a teám. Ezután újra a matekházim felé hajoltam, és sóhajtottam. Megint kinéztem az ablakon, majd elkeseredve bámultam a telefonom óráját, szugerálva, hát ha átvált 22.46-ról 22.47-re. Ha kést fognak a torkomhoz, sem tudom megoldani ezt, dühöngtem. Hogy várhatják el, hogy megírjam ezt egy nap alatt? Mondjuk, lehet, hogy nem vasárnap este kéne elkezdeni, de akkor is. Kortyoltam egyet a kihűlt teámból, és vágyakozón néztem az ablaküvegen túli világra. Bárhol máshol szívesebben lennék, mint itt. Temettem az arcom a kezeim közé. Miért nem segít az internet? Milyen feladat az, amit még az internet sem tud megoldani nekem? Bárhol máshol szívesebben lennék. Bárhol máshol. Egy nagy koppanást éreztem a fejemen. Kinyitottam a szemem. Lüktetett a homlokom, és hirtelen azt sem tudtam, hol vagyok. Körülnéztem. Körülöttem kőhalmok. Óvatosan felálltam, és leporoltam magam. Egy építkezés. Egy építkezésem vagyok. Közelebb sétáltam a munkásokhoz. Furcsán néztek ki. Nem viseltek sem műanyag sisakot, sem narancsárga a fény visszaverő mellén. Elég veszélyesen dolgoztak. Ami pedig még rögtön feltűnt, a gépek hiánya. Sem betonkeverő, sem markoló, de még egy ártatlan kamion vagy egy autó sem volt a helyszínen. Mégis milyen hely ez, ahol egy autó sincs? Ehelyett volt más, például lovaskocsi. Az a fajta lovaskocsi, amivel Bécsben lehet közlekedni, persze méregdrágán. Az a fajta lovaskocsi, amit utoljára akkor láttam, amikor egy belvárosi rendezvényen felültettek a kocsis mellé, még 6 évesen. Nem értettem. Valamilyen pusztán vagyok, amitől nem messze van egy tanya, ahonnan az egyszerűség kedvéért nem kocsival, hanem lóval jöttek? Ugyan már. Mégis melyik században egyszerűbb lóval, mint autóval közlekedni? Megáll az eszem. Közelebb sétáltam a lovaskocsihoz, de miután a ló leprüszkölt, vagy fogalmam sincs mit csinált, nem értek hozzá. Inkább beloldalogtam messzebbre a kocsitól. Kerestem valami békésebb élőlény társaságnak, oda sétáltam a hozzám legközelebb lévő emberekhez. Ketten álltak, az egyikük elegánsan, lerít róla, hogy előkelő úr, míg a másik kicsit szedetvedettebben nézelődött az építkezésen. Jó napot kívánok! Eltévedtem, nem tudnák megmondani, merre találok egy Mac-it. Kellene wifi, mert nincsen mobilnetem. Tessék parancsolni? Mit keres, kisasszony? Ugye, kegyed kisasszony? Mi van? Döbbentem meg. Mac-it keresek. Tudják, McDonald's. Értetlenül néztek rám. Vagy nekem tök mindegy, jó KFC is, csak gyorsan kéne, mert haza akarok menni, és nincs mobilnetem. Kisasszony, mennyi időt tartózkodott a napon? Kérdezte az elegánsan öltözött, majd a másikhoz fordult. Kísérje a hölgyet a lovaskocsimhoz, ott van a fiam is. Jöjjön, kisasszony! Indult el a férfi, én pedig értetlenül követtem. Megint ott álltam a lovaskocsi előtt. Jobb szerettem volna távol maradni tőle, főleg a lovaktól. A férfi felsegített a kocsira, én pedig beszálltam, és meglepve tapasztaltam, hogy egy velem egykorú srác ül bent, szintén talpig elegánsan. Rám nézett, és illedelmesen, ahogy egy úri fiúhoz illik, megkérdezte. Te lány vagy? Eltátottam a számot a meglepetéstől, majd miután felocsúttam, visszaszóltam. Igen, képzeld, lány vagyok, és te? Ez paróka vagy eleve szeretsz úgy kinézni, mint egy bohóc? Vontam fel a szemöldökömet. Nem akartalak megbántani, sajnálom, amennyiben megtörtént, mondta a srác, majd elfordította a fejét. Hirtelen bűntudatom támadt. Ne haragudj. Szatmári Alice vagyok, nyújtottam kezet. A fiú erősen megrázta. Vekerle Sándor Tivadar Pongrác, mondta halál komolyan. Egyébként milyen név a te neved? Mi is? Alice, segítettem ki. Alice, ismételte meg furcsán ejtve a hangokat. Ja, de hívhatsz Lizának is, mosolyogtam rá békülékenyem. Liza, Elizabeth, Erzsébet, igen, tudtam, miért volt furcsa. Erzsébetnek hívnak, nincs ilyen név, hogy Alice. Diadalmasan hátradőlt a párnázat ülésekre. Szóval, Erzsébet, miért hordasz férfi ruhát? Ne hívj Erzsébetnek, és ez egy női osztályról vásárolt ruha, ez egy Gap Farmer. Nem látod? Csattantam fel. Aztán beszállt egy nő a kocsiba. Hosszú ruhát viselt, földig érőt, magas sarkú feketés kopottas cipőt, és egy nagy kalapot, aminek a tetején tollak díszelektek.
Elsápadtam. Milyen évet írunk? Kérdeztem a fiútól, majd a maradék vér is kifutott az arcomból. Várj, azt mondta, hogy Vekerle? Igen, így hívnak. Vekerle Sándor. Jó ég, így hívják azt a helyet. Vekerle telep. Ott él a barátnőm, és jó ég, rólad nevezték el, milyen évet írunk? Elneveztek rólam egy telepet. Ezt a pompás újságot hallottad, édesanyám? Ekkor az elegáns férfi is beszáll a kocsiba, és rám néz. Jobban van? Mivel nem tudtam hirtelen válaszolni, csak bólintottam. Bocsásson meg az udvariatlanságomért, még nem is volt alkalmam bemutatkozni önnek. Vekerle Sándor vagyok, nyújtotta a kezét. Ön is, motyogtam kábultan, és éreztem, ahogy elkezd velem forogni a világ. Igen, édesapámat is Vekerle Sándornak hívják, vette át a szót a kicsi Vekerle. Pénzügyi államtitkár, pénzügyminiszter, kereskedelemügyi miniszter és miniszterelnök közgazdasági bírósági állak, valamint elég lesz, fiam, köszönöm, hallottam a nagy Vekerle hangját. De édesapám, fontos tudnia, kivel beszél éppen. Korszakunk egyik pénzügyi kiválóságával, folytatta tovább a kicsi Vekerle. Ó, Istenem, rossz Vekerlinek tulajdonítottam a telepet. De már nem akartam lelombozni a kicsit. Pénzügy, mondtam helyette, ahogy felfogtam a szavakat. Összefolytak előttem az alakok, és újra zúgni kezdett a fejem. Pénzügy? Kérem, Vekerle úr, segítsen a matek háziban, motyogtam. Kérem, Vekerle úr, a matek házim. Majd megszólalt a lovaskocsiban Alan Walker egyik száma, mire nagy Vekerle elvigyorodott. Imádom ezt a számot, kiabált, miközben a lovaskocsi tök hintóval változott. Kicsi Vekerle meg bohóccá. Vágd le a hajad, harsogott az anyja neki. Vekerle úr, kérem, segítsen, suttogtam. Vekerle úr, a matek házi, kérem, a matek. Önnek igazán nem okozna gondot, nekem túl nehéz. Vekerle úr, a matek. Kinyitottam a szemem. Mellettem maximum hangerőn szólt az ébresztőnként beállított Alan Walker szám. Megdörzsöltem az arcom, és kikapcsoltam az üvöltő zenét. Fáradtan konstatáltam, hogy bealudtam a matek házi írás alatt. Vagy legalábbis a matek füzet fölött. Vagy az orrajta, részletkérdés. Hozzáértem a halántékomhoz, mire éles fájdalom hasított belé. Hurrá, lefejeltem az asztalt. Álmosan felöltöztem, beraktam a táskámba a lenyálazott matek könyvet, majd elindultam a suliba. Negyedik óra volt matek, már előre készültem a gigantikus 300%-os egyesemre. Mondta a tanár, hogy nyissuk ki a füzetünket a megoldásnál. Kelletlenül kinyitottam, és majdnem felsikítottam. Kacifántos, számomra szinte olvashatatlan kézírással ott álltak benne a megoldások. A tanár körbejárt, és mikor hozzámért, meglepődötten nézte a füzetemet. Szépen írsz, Alice, de ezt legközelebb magyar órán mutasd meg, rendben? Ez nem szép íróverseny, hanem matek óra, és itt a cél az egyszerűség, nem a cicomázás. Rendben, motyogtam, megszepettem. Vekerle segített. Nagy Vekerle segített. Vagy mindketten? Kicsi és Nagy Vekerle összeült és megoldotta a matek házim. Na jó, elment az eszem. Hogy segíthettek volna, ha nem is találkoztunk soha? Nem találkozhattunk. A buszon rákerestem mindkettőjükre. És ha kicsi Vekerle velem egykorú volt, akkor 1910 körül járhattunk. Lehetetlen. Miért segítettek nekem? Na jó, túlélünk a fantáziám. Megráztam a fejem, és boldogan konstatáltam, hogy elég idő eltelt az ábrándozással. 23-29. Milyen jó lenne, ha valaki tényleg megírná ezt a nehéz matek feladatot. Miért kell nekem ilyeneket csinálnom? Ez nem is teljesen matek. Ez már pénzügy. Anyu jött be a szobámba. Alice, kicsim, késő van, igyekezz megoldani a házit, senki nem fogja helyetted megírni. De majd Vekerle, suttogtam. Majd lehajtottam a fejem a matek tankönyv tetejére, és lehúnytam a szemem. Én még hiszek a csodákban.